Jó estét kívánok, ahogy itt az ATV képernyőjén is nyomon követhették, és a színpadi beszámolók is megerősítették, több tízezren, a színpadi konferencia szerint 50 ezeren is tüntettek az elmúlt órákban Budapesten. Jelenleg, amit tudunk, és majd mutatjuk képben is, hogy a Lendvai utcai Fidesz székháznál most már csak mintegy 50-60 tüntető maradt. Kérdés, hogy a tüntető követeléseit, ami alapvetően a gyerekvédelemre és mellesleg például az oktatás javítására irányult, meghallja-e a kormány? És van egy másik kérdésünk is, ez az aktuál hivatalos kérdésem, ahogy önök szerint az egész pedofil botránnyal a holnapi évértékelőben Orbán Viktor érdemben fog-e foglalkozni? Szavazzanak, és mutatjuk a többi témát is. A gyermekbántalmazás ellen a pedofil ügyet kritizálva tüntettek civilek a Hősök terén, mintegy 50 ezeren gyűltek össze. Lemondott a református zsinat lelkészi elnökségéről Balogh Zoltán, a püspökségről azonban nem. Török Gábor szerint Varga Mihály ideális államfő lehetne az Orbáni rendszerben, nem lesz közvetlen elnökválasztás. Tudott arról Gulyás Gergely, mire készül Varga Judit ex-férje. Állítása szerint Magyar Péter SMS-ben írta le a tervét. Mai vendégeink: Rangos Katalin, újságíró. Bakaev Zoltán, a Della Podcast szerkesztőműsor vezetője. Veres Gábor, az MSZP média politikusa. Ez az Aktuál, a stúdióban Krug Emília. Jó estét kívánok tehát még egyszer, és jó estét kívánok a vendégeinknek is. Először tisztázzuk az álláspontokat, nézőpontokat. Ki az, aki ott volt a tüntetésen és ideért a stúdióban, ami már önmagában egy teljesítmény, és köszönjük. Én voltam. Nagyjából 3-4 órát tudtam ott lenni, és akkor utána már annyira nem volt egyszerű hazajutni, de megoldottam. Milyenek azt is. Milyenek voltak aztán a személyes benyomások? Az volt a személyes benyomásom, hogy amikor én odaértem, az olyan néhány perccel 6 óra után lehetett, 4-7 előtt pár perccel. Amikor elindultam a Vágány utca és a Dózsa-György utca sarkáról a Hősök tere felé gyalog, akkor mellettem jöttek vagy 500-an körülbelül arra felé, és amíg ott voltam, addig is folyamatosan érkeztek az emberek. Ezt csináltam egy felvételt, így kitartottam a kezem, és magasról megpróbáltam lefotózni a tömeget. Iszonyat mennyiségű ember volt a Hősök terén. Éppen az Osváth Zsolt beszédének elejére már odaértem, tehát amikor ő elkezdett beszélni, már ott voltunk. Én őszintén nagyon összeszedettnek, nagyon ilyen folyamatosnak és nagyon átgondoltnak hallottam, amit mondott. Néhány pontnál egy picit én is talán, hogy is mondjam, dühösebb lettem, mint ahogy oda mentem. Nyilván bennem is, és minden emberben, akinek van gyermeke, fortak az indulatok e körül, az ügy körül. Ahogy és amit ő elmondott, különösen annak tekintetében, ahonnan ő jön, ott voltak olyan pillanataim nekem is, amikor még jobban ökölbe szorult a kezem. A személyes benyomásom az volt, hogy ott minden ember abban legalábbis biztosan egyetértett, hogy valamiféle változást kell elérni ebben az országban, ebben a tekintetben is. Ez egy kötelező kör minden tüntetésnél. Fussuk le, számít ez a számháború. Ugye 50 ezer fő hangzott el a színpadról. Mondjuk az netadós tüntetésnél emlegettek annak idején 70 ezret. Nem azt mondom, hogy ez egy kormány ellenes tüntetés volt, mert proforma nem, de hogy mondjam, a kormány szakpolitikái, gyerekvédelem, oktatás, egészségügy, az ellen biztosan szólt ez a tömeg. Számít-e az, hogy mennyien voltak? Hát annyiban számít, hogy elég ritka, hogy a kormányra a kritikus tömeg az ekkora létszámban jelenik meg az utcákon. Tehát hogyha ez tényleg 50 ezer fő volt, én csak képeket láttam, mert a kormányinforról kellett nem sokkal később ide jönnöm hozzátok. De sűrű nap volt, igen. Sűrű nap volt, úgyhogy én a tévén keresztül néztem, meg hát nyilván a Facebook, a közösségi média tele volt a helyszíni fotókkal, beszámolókkal, tehát maga a tömeg mérete az impozáns volt. De nekem azért van ezzel bajom. Tényleg nem sokat láttam az élőadásból, de tehát sokadjára ugyanaz a passzív tömeg, amelyik
hallgatja az előadót, időnként reagál arra, ami ott elhangzik, aztán szépen hazamennek, és ennyi. A demonstráció, a véleménynyilvánítás kultúrája elég más nálunk, mint más nemzeteknél. Ha látunk Franciaországból, Olaszországból, bárhonnan máshol ilyen típusú beszámolókat, ott őrjön a tömeg. Nekem egyszer volt szerencsém Bolognában egy 300 fős balos tüntetésbe belefutni, és hát majdnem padlót fogtam. Tehát, hogy így kell csinálni, üvölt a zene, egyszerű, egyértelmű, rövid szlogenek vannak, azt harsogják és vonulnak a városban, egyértelműen fölhívva magukra a figyelmet. Tényleg nem megbántva ezt az 50 ezer embert, mert nagyon jó, hogy képviselik a véleményüket és az álláspontjukat, de ez a sokadik passzív tömeg, ez igazából nem tud szerintem átütő erejű lenni. Ez nagyon innen folytatjuk. Jó, oké. Ha kell az egész adást ennek a tüntetésnek, szerintem bár Kormányinfo és Balogh Zoltán lemondása is, remélem, hogy ezekig a témákig is eljutunk, csak most azért akasztottalak meg a vendégeinket, mert hogy kapcsolunk még mindig a Hősök terére, a Lendvai utca környékére, ahol ott van a tudósítónk Lőrinc Dorotti, aki beszámol arról, hogy mi történik most, illetve ha minden igaz, ott van mellette Karácsony Gergely főpolgármester is. Hallgatunk, Dorotti, szervusz, jó estét! Szervusz, Emily, igen, jók az információid, mert hogy itt vagyunk a Hősök tere Lendvai utca sarkán. Ugye békésen véget ért a kb. 50 ezeres hadszolt tüntetés, és egy a tüntetés kemény magja átvonult ide a Lendvai utca sarkához, és megpróbálnak bejutni a rendőrök által elzárt utcába. Ezt hallják itt mögöttünk a nézők. De közben összefutottunk Karácsony Gergely főpolgármester úrral is, akit mindjárt arról fogok kérdezni, hogy hogyan értékeli ezt a rég nem látott hatalmas összefogást és tüntetést. Jó estét kívánok! Hát tényleg pár nap alatt rengeteg ember megtudta ezt a dolgot, és olyan emberek, akiknek nagyon sok elérése van, nagyon sok választópolgárhoz, rengeteg fiatalhoz, most itt megtöltötték az Anna első utat. Én alig hallottam valamit a tüntetésből, mert viszonylag későn érkeztem, és egyszerűen nem lehetett már a teret megközelíteni. Úgyhogy hát ez mutatja azt, hogy milyen erkölcsi felháborodás van a magyar társadalomban ezek miatt, az ügyek miatt, és én azt gondolom, hogy... Nehéz helyzetben a miniszterelnök, hogy holnap, mikor értékeli az országot, akkor mit mond arra, hogy az ország hogyan értékelte őt? Ugye pikáns pillanata volt annak, amikor a rendezvényen szinte egy időben mondott le Balogh Zoltán, és amit többek között a tüntetők is maguk követeltek. Mit gondol erről a lemondás, hogy ennyit kellett várni rá? Hát szerintem ez elkerülhetetlen volt. Ha a köztársasági elnök lemond egy ügyben, akkor mégiscsak a legmagasabb közjogi méltóság, és tulajdonképpen meglepően gyorsan jutott erre a következtetésre. Én azt gondolom, hogy ennek nem volt alternatívája, és ez az ügy, ez egy nagyon erős felkiáltójel arra, hogy hogyan is működik Magyarországon az állam, az egész gyermekvédelmi rendszer, illetve hát nem csak az, hanem egyáltalán az egész, az államnak az egész működése, az annyira nem segíti a társadalom alul lévő részeit, ahogy az egyik beszédben is elhangzott, és most ez nagyon, nagyon erősen szembe jött, hogy attól, hogy valakinek jó fideszes kapcsolatai vannak, akkor el tudja érni, hogy egy pedofil bűncselekmény kapcsán a köztársasági elnöktől kegyelmet kapjon egy olyan kormánytól, ami a gyermekek védelméről, hát legalábbis plakátok szintjén rengeteget beszél, ez szerintem ez nagyon mélyre megy a magyar társadalom lelkébe. Köszönöm szépen, főpolgármester úr, a szót pedig Emily visszakapod, és köszönjük, hogy velünk tartottak. És Dorotinak is köszönjük szépen a tudósítást. Folytassuk akkor innen. Igen, ugye az hangzott el Bakáv Zoltántól, ha valaki most kapcsolódna be, hogy egy picit túl disztingvált volt ez a tömeg, úgyhogy röviden foglalom ezt a kritikádat. Is. Igen. Én ezzel meg vagyok lepve, de nem voltam még külföldön tüntetésen, tehát nincs személyes benyomásom erről, de ez a mostani, ez nagyon imponálónak tűnt számomra, és nagyon sokan voltak, nem tudom, hogy 50 ezeren, vagy kevesebben, vagy többen, de hogy a látvány elég meggyőző volt az összes eddigihez képest. Én az internetadó elleni tüntetésen érzékeltem azt, hogy az emberek nagyon egységesen akarnak valamit, és legközelebb most, hogy nagyon egységesen elmentek azok, és ami a legfontosabb, hogy olyanok hívták oda őket, akiknek én elhiszem, hogy valamit akarnak, ami más ahhoz képest, amit én eddig hallottam az ellenzéktől. Abban is más, hogy szerintem irtózatosan, görcsösen ragaszkodtak az influencerek ahhoz, hogy ez a gyerekekről szól, ez a tüntetés, a gyerekvédelemről szól. És nekem, ez hiba volt? Nem, ez nem volt hiba, ez egy nagyon, nagyon jó taktika volt, hogy még egymással se kelljen megvitatniuk, hogy melyik gondol többet e mögé,
mert szerintem többen közülük többet is gondolnak, de ezt csak én gondolom a munkásságukat ismerve többé-kevésbé. És abban meg egész biztos vagyok, és erre sincs semmi bizonyítékom, hogy azok, akik oda kimentek, azok több tízezren nem csak a gyerekvédelem ügyéért mentek ki, ők mást is akartak, más ellen, más protest volt ebben a tömegben. Az, hogy egyébként hazamennek utána, vagy 50 ember még ott marad a Fidesz-székház körül, az engem részben megnyugtat, részben pedig azt gondolom, hogy nem lenne baj, hogyha ebből elindulna valami ezeknek az embereknek, az influencerek által, nem azt mondtam, hogy nekik kell programot adniuk és politikussá vedleniük holnaptól kezdve, de hogy ez egy bizonyíték arra, hogy azok az emberek, akik ott kimentek az érzéseiket megmutatni, a kormánnyal kapcsolatos kritikájukat megmutatni, azok az emberek, azok az ellenzékről is többé-kevésbé sajnos kritikát mondtak. Azért mondom, hogy sajnos, mert tudom, elég öreg vagyok hozzá, hogy pártok tudják a politikát megváltoztatni, de ugyanakkor meg szerintem ez a pár tízezer ember, aki ott jelen volt, ez megmutatta azt, hogy ha ők hívnak, akkor megyek. És én azt gondolom, hogy ehhez képest kellene fölépíteni valamit azokkal az emberekkel, azokkal az arcokkal, akik ha nem is saját személyükben, de általuk meghatározott körökből kiválasztva tudnak alternatívát mutatni a mostani ellenzékkel. Hát az elégedetlenség megvan, nincs hova húzni az X-et. Igen. Rövidítve. De hogy lesz hova húzni az X-et, ez egy ígéret arra, hogy belefütyültek az internetbe, és 4 nap múlva ott volt, vagy 3 nap alatt megszerveztek pár tízezer embert. De belőlük nem lesz egy politikai alternatíva. De hogy lesz? Tehát, hogy én szerintem az a helyzet, amit Kati mond, szerintem teljesen igazad van, és nem, ebben semmilyen szinten is nem is voltunk, és nem is leszünk vitában, de meg kell értenünk valamit szerintem. Tehát, és biztos, hogy ti értitek, nem is úgy, nehogy véletlenül kioktatásnak vegyétek. Először is ez a mostani tüntetés szerintem annyiban más, mint az ezelőtti bármelyik, hogy ebben a tüntetésben, illetve ennek a szervezésében olyan emberek vettek részt, akiknek összesen 2 millió felett van az elérésük a social médiában, tehát a Facebookon és egyéb helyeken. Nekik, személyüknek, tehát az Azári, az Osváth Zsolt és a többiek, ők maguk irgalmatlan mennyiségű embert érnek el, és az ő saját tevékenységüket tisztelő emberekre ezek az emberek iszonyatosan komoly és nagyon erős hatással vannak. Nincs az a politikus ma Magyarországon, aki azt tudja elmondani magáról, hogy ennyi emberre van hatással, és ennyire az ő saját személyiségéhez kapcsolódik az a hatás, amit ő gyakorol. Minusz Orbán Viktor. Még ő sem. Tehát ő szerintem a saját személyében ezt a rendszert, amit most itt láttunk felépülni, vagy nem épül még fel, de már kezdeménye van, ezt sem nem éri el. Tehát amit mondani akarok az, hogy és ha most az lenne a másik oldalon, hogy az összes többi párt, illetve a pártok, akik egyébként a politikát képviselik a parlamentben, valamiféle egység felé törekednének, és mondjuk ezekkel a fiatal emberekkel leülnének, vagy megpróbálnának úgy egy asztalhoz leülni, hogy nem az volna a téma, hogy ebből az 5-6-8 akármennyi pártból, aki az asztal körül ül, és a fiatalok, majd melyik pártnak lesz nagyobb lehetősége ebből a kis tortából többet kivenni magának, és jobban magához kötni mondjuk az Azáriát, vagy bármelyik ma menő fiatal influencert, akkor lehetne velük beszélni. A probléma az, hogy a pártok között nagyon sokan vannak, akik nem a megegyezés felé indultak el, hanem a saját kis pecsenyüket sütögetik, a saját kis szeletüket akarják kivenni ebből a tortából. Ha az lenne, hogy ezek az emberek, ezek a pártok összefognak ezekkel az emberekkel, akkor ennek a mai napnak valóban lehetne a magyar majdan. Senki nem akar pártokkal leülni, mert hiteltelennek tartják őket, és alkalmatlanknak a feladatukra. Nagyobb baj is van, az emberek sem mennének a pártok után. Hogyha ezek a fiatalok elkezdenének összeülni a pártokkal, akkor nem menne ki ennek a tömegnek csak a 3%. Mi lehet az a megoldás, hogyha te elmondod az előbb, Kati, hogy nyilvánvalóan a pártok ők fogják képviselni ezeket az embereket a választásokon. Hogyan lehet akkor, de ezek intelligens emberek, mondjatok nekem egy másik módszert arra, hogy hogyan lehetne a pártok számára megteremteni azt akár a majdantéri eseményeket felidéző hatalmas robbanást,
ami egyébként ma nincsen meg, hanem azzal, hogy azok, akik ki tudják vinni az embereket az utcára, akik ilyen szintű befolyást tudnak gyakorolni Magyarországra, azokkal valamilyen együttműködésben próbálják meg megváltoztatni a rendszert. Erre valószínűleg nem tudok a nevükben beszélni, de azt mondanák sokan, hogy hát új pártokra és új emberekre és új vezetőkre. Hát akkor ezt kell csinálni. Az az udvariatlan válaszom, mert nagyon kedvellek személy szerint. Ráadásul az MSZP ellen sincs semmi kifogásom, meg egyáltalán én egy ilyen ballibernyák vagyok, de hogy az a helyzet, hogy a bizonyíték számomra az, hogyha ők szólnak, és ha ennyien kimennek, hogy akkor ellenetek is van ez a dolog meghirdetve. Tehát, hogy akkor tudnának valamit létrehozni, hogyha ezek a pártok helyett létrehozzák azokat az új politikai vonulatokat, erőket, nem tudom én, felállásokat, amelyek pillanatnyilag még nincsenek meg. Nekem ez bizonyította ez a mai nap. Igen, de mi nekem a továbbra is hiányzik. Azt nem láttam, hogy ezt a tüzet hogyan lehet életben tartani. Tehát most arról beszélünk, hogy kezd kialakulni egy új nyilvánosság ezeken az influencereken keresztül, akiknek elképesztő elérésük van, hatalmas támogatásuk van, és folyamatosan tudják a kapcsolatot tartani a követőikkel. De hogy ebből hogyan lesz egy olyan erő, amiről Töre Gábor azt mondta, hogy a Fideszen belül attól tartanak, hogy majd ebből egy majdon lesz, és igazából ugye ez azt jelenti, hogy attól tartanak, hogy ez meg tudja a rendszert rendíteni. Én ezt az erőt nem látom továbbra sem az ilyen megmozdulásokban. Az erjedés valóban elindult, de én nagyon messze látom még ennek a forpontját, és a politikát pedig pártok nélkül nem lehet csinálni. Csak most sok minden elhangzott, és még a legelső felvetése azért azt tegyük oda, hogy valószínűleg azért is figyelt mindenki arra, hogy ne legyen túl vehemens, mert ugye már érkeztek kormányoldalról olyan... hát hogy mondjam, sugalmazások, hogy ez majd egy erőszakos megmozdulás lesz. Erre meddig, nyilván kellett védeni. Az ő szempontjukból meddig kell még figyelembe venni azt, hogy a kormány mit gondol a illetve ugye most egy kicsit úgy beszélünk ezekről az online tartalomkészítőkről, hogy érdemes lenne valószínűleg kimondani, hogy az, amit ők tudnak, tehát hogy nagy elérés, hitelesség, az ugye a pártoknak is rendelkezésére áll, ráadásul lényegesen nagyobb forrásokból. De nem áll rendelkezésére. Hát hogyne? Emily, szerintem nem áll rendelkezésére a pártoknak ez, mert a pártok sokan kellene, hogy összerakják a sajátjukat, hogy elérjék ennek az egy gyereknek az elérését. Te azért nem érted, amit az Emily most egy ember akar neked bizonyítani, hogy ez egy hitelességi kérdés. Hogyha volnának olyan alakok, de teljesen mint a fókuszcsoport, mint a Potyondi Edina, mint az Azaria, jó, az egy ilyen különleges műfajú ember, de hogyha a pártok részéről lenne olyan vonzerő a neten, ha valaki elkezd beszélni, hogy akkor oda sorjáznak 420 ezeren, és feliratkoznak nála, akkor ez nem lenne kérdés. Hát én vagyok az, aki nem akarok ezzel, de ezzel is egyetértek. De tényleg, tehát hogy valóban az a helyzet, hogy a pártok ebből a szempontból egyáltalán nem szexik. Tehát nem lehet egy pártra így gondolni, nem is tudsz ilyen fétis gyártani belőlük, nem lehet rajongani egy pártért, mondjuk kivéve, ha Fidesznek. Hiteles emberekért azért lehetne rajongani. Kivéve, ha Fidesznek hívják. Csak ugye a hitelesség is az, hogy vannak bizonyos emberek, akik rendkívül hitelesek szerintem a pártoknál is, tehát azt sem mondanám, hogy most, mert ha valaki a pártokhoz tartozik, az már onnantól nem hiteles. Tehát rengeteg hiteles ember van a pártokban, csak az a probléma, hogy amikor ezek az emberek előállnak a saját maguk által generált ügynek a képviseletében, akkor vesztik el általában a hitelességüket, mert abban a pillanatban már nem arról szól a történet, hogy hogy lesz egy jobb Magyarország, hanem hogy lesz egy jobb Magyarország úgy, hogy én vezetem. És ezt mondjuk velük, ezt ők nem akarják. Ettől hitelesek. Ha ezt akarnák ők is, és ez egy picit megérződne a levegőben, rögtön nem lennének ilyen hitelesek. Picit menjünk azon a vonalon tovább, hogy mi lehet egy ilyen típusú kezdeményezésből, ahol ugye, most az Áriát ugye emlegettük, azért ő messze túlment szűken a gyerekbántalmazás és a gyerekvédelmi rendszer problémáján, említette az oktatás saját példára hivatkozva, és azt is elmondta, hogy legyen no-go a karaktergyilkolászás, a nyilvános megalázás is, tehát ez azért már egy sokkal erősebb politikai kritika, és a többiek is, amiről beszéltek, gyakorlatilag mindenhol szerepelt az oktatás, az egészségügy helyzete, és ugye Potyondi Edina elmondta, hogy itt a legnagyobb szörny az állam, és egyébként a társadalom pedig tűr. Ugye három gyakorlati, következménye lehet ennek a tüntetésnek, ugye létrehoztak egy Instagram oldalt, létrehoztak egy 3kérdés.hu-t, és azt mondják, hogy az ottani kérdéseket mindenki juttass el az országgyűlési képviselőnek, és ezeket az ügyeket ne hagyja feledésbe merülni, és a harmadik pedig, hogy egy hajléktalan gyerek lakhatására vasárnapig össze akarnak szedni 25 millió forintot.
Nyilván mindegyik azt célozza, hogy itt ennek ne legyen vége szombat este 8-kor, vagy péntek este 8-kor. Működhetnek-e ezek az utak? Hát nekem nem érzem továbbra, is az a problémám, hogy amit elmondtál, azok nagyon kedves kis gesztusok ezen a szinten, de nem átütő erejű a dolog. Ezt Pottyöndédő neki is tette ott a pulpitusra, hogy mindig elhangzik minden tüntetésügyén, hogy beszéljünk mi legyen. Erről az egész megmozdulásról. Tehát ebben vastagon benne volt a politika. Ez nem csak arról a gyerekvédelemről szólt, meg az egészségügyi állapotáról, hiszen hallottuk, hogy a kint lévők hogyan reagáltak a beszédekre. Fidesz-szel kapcsolatos álláspontjukat közölték, Orbán Viktorral kapcsolatos, nem túl hízelgő álláspontjukat közölték, és nyilvánvaló, hogy ez a tömeg, ez azt akarja, hogy ez a pedofil ügy, ami Novák Katalinnal kezdődött, ez valahogy érjen el, jusson el Orbán Viktorig. Tehát ez az alapfeltétel, hogy addig nem fognak megállni, amíg a következmények el nem jutnak a miniszterelnökig. Mert igazából ennek van tétje. Ennek van súlya a politika, pláne a rendszer megváltoztatása egészét tekintve. Tehát Novák Katalin beáldozható, Varga Judit beáldozható, de Orbán Viktor, aki a rendszer lényegét adja... Balogh Zoltán már alig-alig beáldozható, tehát hogy... Közel csapkodnak a hullámok kétségtelen. És azt láttuk egyébként, hogy Orbánt hogyan próbálták minél távolabb tartani az egész ügytől, az első pillanattól kezdve nem szólalt meg, amikor megszólalt Novákot szóba se hozta, hanem közölt, hogy lesz egy törvénymódosítás, és ezzel le is zárta a maga részét. És szegény Novák akkor nem tudta azt már nem ő fogja aláírni, nem kell behajolni a miniszterelnöknek, mert nagyon hamar levették, és megérezték, hogy ez nagyon veszélyes, hogy Orbán Viktorra nézve, ezért kezdtek el úgy politizálni, hogy a miniszterelnöknek leghamarabb, ha jól vettem ki Gulyás Gergely szavaiból ma a kormányinfon, csak holnap kelljen az évértékelőjén erről ennyi beszélni. Ennyi időt telt el, nem emlékeztek pontosan, hogy mikor robbant ki ezt most? Én múlt kedden itt bent voltam egy műsorban. 8 nap telt el a lemondásig. Igen. Tehát, hogy péntektől következő szombatig. És most megint. Múlt kedden még azt mondtam, hogy kizárt, hogy Novákot. Igen, akkor együtt ültünk itt, igen. 9 napot azt mondtad, hogy nem fog lemondani. Kizárt. És nem csak én mondtam, rengetegen voltak még akkor ezen amikor a az Orbán kiállt beszélni, akkor már tudta. Az világos igen. Megnézzük gyorsan a kérdésünket, mert mi is ezt kérdeztük önöktől, hogy vajon a holnapi évértékelőben Orbán Viktor kitér-e erre a pedofil botrányra, és 95%-a a minézőinknek azt mondja, hogy csak érinteni fogja, és 5% gondolja azt, hogy érdemben foglalkozik vele. Megteheti azt, hogy érdemben nem foglalkozik vele egy ilyen tüntetés után? Én nem hiszem, hogy csak érinteni fogja. Szerintem fog róla beszélni, és ezt a tüntetést, ezt valahogy szerintem egész éjjel ezen dolgoznak Rogánik, de lehet, hogy már rég ki is dolgozták, hogy hogyan fogják majd úgy fordítani, hogy ebből megértessék az emberekkel, hogy ez egy abszolút átvert tömeg, aki itt megjelent. Mert most szerintem már elég sokan voltak hozzá, hogy magyarázatot kell nyújtani, hogy miért voltak ennyien. Hát azért, mert piszkosul át voltak verve. Uh-huh. Ez talán nehezen megmagyarázható, hogy át lettek verve. Szerintem arra fogja kihelyezni a hangsúlyt, hogy maguk részéről mindent megtettek, akinek kellett lemondott, vállalták a következményeket, tekintsünk előre. Én is azt gondolom, hogy valami, először is a Fidesz média azzal fog foglalkozni, hogy kik voltak itt, akik ezt szervezték, és hogy azok az előző 15 évben eltapostak-e valaha egy ártatlan növényt egy kis kertben. Na, ha igen, akkor borzasztó lesújt rájuk a komplett megafon. Ha ennél többet is tettek, akkor lehet, hogy rabláncon viszik el őket. A másik, amit mondanék, hogy igen, én szerintem is, tehát egy bizonyos pontig Orbán Viktornak ebben az ügyben valamennyit beszélnie kell. Most volt 9 napjuk ezt jól átgondolni, azért gondolom most éppen a műsor előtt megkérdeztem tőletek, hogy mit gondoltok, hogy fogja komolyan beleáll-e, mert nem voltam benne biztos, de aztán most végig gondoltam, hogy ezért 9 nap alatt a Rogán Művek felépít egy olyan könyvnyi hazugságot, ha kell, hogy... Mondja, az Orbán Viktor olyan magabiztossággal fog kiállni holnap, és olyan szinten magáról lerázóan le fogja kommunikálni ezt az egész 9 napot, mint hogyha nem is tudom, így csettintene egyet, és én szerintem ebben neked van igazad, nagyjából eddig tud elmenni. Első rész vége, folytatjuk a második résszel. Itt is elmondom, hogy a holnapi évértékelőt majd a rendkívüli egyenes beszédben és az élő civilapályánban is fogjuk majd elemezni. Most pedig jövünk vissza egy rövid reklám után.
akkor. Folytatjuk is az Aktuálban Rangos Katalinna, Veres Gáborral és Bakev Zoltánnal a mai események elemzését, amelyeknek úgy tűnik, hogy az utolsó momentum az az, hogy most a Lendvai utcánál a Dózsa György utat átadták a forgalomnak, és mindez békésen zajlott az elmúlt percekben. És ugye ott hagytuk abba, hogy vajon az évértékelőben Orbán Viktor mire tér ki, és hogy esetleg Balogh Zoltánt említi-e. Ugye ezzel kapcsolatban is friss fejlemény, hogy Balogh Zoltán ma bejelentette, hogy a Református Egyház zsinati elnöki pozíciójáról lemond. Mutatjuk, hogy ez a lemondás hogyan történt. Adj erőt nekem személyesen, szembenézni tévedéseimmel, hibáimmal, bűneimmel. Az egyház vezetője elcsukló hangon kért bocsánatot a botrányos kegyelmi ügyben játszott szerepéért. Bocsáss meg, hogy nem voltam elég éber és körültekintős, nem láttam, milyen veszélyek leselkednek ebben a kegyelmi ügyben országunkra, nemzetünkre, egyházunkra, köztársasági elnökünkre. Bocsáss meg, ha a gyermekbántalmazás áldozatai azt érezhették, hogy magukra maradnak. Nem csak most, hanem annyiszor az életben. Balogh Zoltán ezután egyértelművé tette, nem lesz tovább a Református Egyház vezetője, hogy kivédje az egyházzal szembeni további támadásokat. Leteszem kezedbe egyházunk életét. Mindig is ott volt, most is ott van, hiszen itt van a legjobb helyen. Leteszem a zsinatunktól kapott tisztségemet. Egyházunkért teszem, hogy ne bánthassák tovább az ártatlanokat, hogy ne fordíthassák szembe még inkább azokat, akik ebben a Magyar Református Egyházban összetartoznak a te szeretetedben. A leköszönő egyházi vezető azt ígérte, továbbra is harcolni fog, ahogy fogalmazott, elsősorban magammal, a saját bűneimmel, másodszorban értetek és az egyházunkért. Püspök maradt. Elég ez a lemondás? De lehet arról mondani, hogy valaki püspök. Tehát az olyan, hogy akkor mostantól nem akarok már püspök lenni. Én nem tudom, de ennél képmutatóbb, szemforgatóbb és bicskanyitogató előadást, amit itt láttunk, én nem sokat láttam a közelmúltban, a nyilvánosság előtt, és nem szép dolog, tudom, egy egyházi emberrel kapcsolatban ilyesmiket mondani, de végül is én azt gondolom, hogy két nő közéleti bukásában alapos szerepe lehetett az eddigiek alapján. Tehát mondhatni, van két saját politikai halottja. És ezek után nagy nehezen, hosszas unszolásra, akkor, amikor már a saját pártja felül is valami jeges fuvallatot érzékelhet, akkor nagy nehezen lemond, de azért az egyházi tisztséget megtartja, tartsa meg egészségére, hogyha ez a reformátusoknak kell. De hogy ez az előadásmód, ez egészen kivételes volt, kivételesen rossz ripacság volt, azt azért én megmerném kockáztatni. Ez az én szubjektív benyomásom. Nem volt, nem láttad őszintének? De a rossz kedv, amit látsz rajta, az a saját személyre vonatkozó rossz kedv az én értelmezésemben. De egyébként az a kár, amit ő okozott itt egy hónap alatt, oké, nem az én károm, mert én azt gondolom, hogy nem én választottam köztársasági elnöknek Novák Katalint, és az igazságügyminiszter nővel kapcsolatban nekem nagyon sokszor volt nagyon-nagyon rossz érzésem. De úgy tűnik abból, amit lezajlott az elmúlt 12 napban, amilyen tényeket megismerhetünk, abból az következik, hogy döntő befolyása volt arra, hogy bekövetkezzen a kegyelem adása, amiben ez a két nő belebukott. Ugye egy fontos részlet, talán a legfontosabb kimaradt ebből a bejátszóból, mert ez alapján azt hihetnénk, hogy bűnbánást gyakorolt. De arról is beszélt, hogy boszorkányüldözés zajlik ellene, Novák Katalin ellen, az egész ügy egy boszorkányüldözés. Most hát egyháza ellen is. Az egyháza ellen, és innentől kezdve egy másik térbe helyezte a történetet. Magáról. Egy másik térbe helyezte a történetet, kívülről támadják. Kívülről támadnak minket, figyeljetek oda testvéreim, mert a támadás folytatódni fog, de nem arról beszél már, hogy hibáztak, tévedtek, rosszul ítéltek meg egy helyzetet, vagy csak ki akartak menteni valakit, egy ismerőst, a büntetése letöltése alól, hanem arról beszél, hogy valójában egy ármány
áldozatai lettek, ami szerintem a leginkább gyomorforgató ebből az egészben. És nem ő gázolt át a mentorátján, ugye? És vajon belülről hogy értékelik? Nekem úgy. Tehát amikor önmagukkal néznek szemben, és politikai, nem kell vagy az egyházi közösség? A politikai. Most, ami... Tehát a Fidesz ezt úgy értékeli, hogy hibáztunk, vagy most ez egy média hisztéria? Szerintem láttam, a Fidesz az egy optimista párt, és azt mondja, hogy ezt most elintéztük gyorsan. Hú, meleg volt. De nem úgy nézett ki az arca a Balognak, akiről ne feledkezzünk már, hogy egy fideszes politikusról beszélünk is. Tehát az, hogy ő egy egyházvezető, az egy nagyon fontos dolga, de hát ő egy fideszes politikus volt. Igen, 18-ig. És azt se felejtsük már el, ugye mindegy, én szerintem az történik, hogy itt nem az be... Kati, annyira szeretném azt mondani, hogy teljesen egyetértek. Hát mondjad. Nem merem. De valójában az a helyzet, hogy... Ez csak harmadszor. Hogy nekem úgy tűnt... A pártodba leverik rajtad, vagy mi? Még csak nem is ott. Nekem ez úgy tűnt, hogy nem azt bánja, ami történt, hanem hogy nem sikerült eltusolni. Nekem ez így tűnt. És abból, amit mondasz, hogy egy végtelen képmutató beszéd volt, azt én is ugyanezt éreztem végig. És bár tényleg, és ehhez a református egyháznak, a református hívőknek, a papságnak, bocsánat, a tiszteletes, és senkinek semmi köze nincsen. Ez egy embernek a dolga, ez Balog úrnak a dolga, hogy ő ezt hogyan kezeli. Senki nem bántja sem a reformátusokat, sem az egyházat, sem senki mást. Az emberek azt bántják, aki pedofilokat hoz ki a börtönből. Azt bántják az emberek, mert ezt nem tetszik az embereknek. Igen, de azért ennek az ügynek lehet egy olyan következménye, és akkor most tényleg ne a református egyházra, hanem úgy általában az egyházakra szűkítsük le, hogy lehet, hogy érdemes egy nagyobb távolságot tartani személyében a politikától, mert a politika más logikák mentén működik, mint az egyház. Egyik első számú embere volt. És itt ez Balogh Zoltánban nagyon összefonódott. Tehát az az ember, aki ebbe belemászik, az tudja, hogy mibe megy bele. De egy pillanat, azt is mondta, nagyon összefonódott Balogh szerepe a református egyházzal és a politikával. Ő a beszédében hivatkozott arra, hogy sokat használt, és sokat, tehát hogy a politika következtében hasznot is okozott, meg kárt is okozott. Ugye volt olyan püspök, ugye a négyből az egyik azt mondta, hogy ha sok pénzt tudott hozni, akkor a nehezebb időkben is álljunk ki mellette. Igen, valószínűleg ez egy reális érv. És ő nem átallotta, hogy erre emlékeztesse. Az őt egyébként 85 vagy nem tudom hány százalékban először. 86 százalékban neki bizalmat szavazókat, aztán utána mégiscsak elhullámzott a sok neheztelés egész odáig, ameddig ma lemondott. És ugyanezt, vagy még inkább ugyanezt látjuk a katolikusoknál egyébként, hogy amikor összeforr az állam és az egyház, hogy abban milyen elképesztő történetek tudnak kijönni, elég gondolni a Kisrigó püspökre Szegeden, hogy olyan túlhatalma alakult ki, messze túlnyúlóan az egyház által rászabott munkán, társadalmi politikai ráhatása van a helyi közéletre. De még arra visszatérve, hogy a Fideszen és a kormányon belül ez hogyan csapódhatott le, nekem a legbeszédesebb az a Gulyás Gergely mai szereplése volt, nem az, amit mondott. Na, eldobálta a kommunikációs paneleket, hanem a metakommunikációja. Én még ilyen kínban nézzük. Hogy felvezette? Csapó. Mai kormányinfó Gulyás Gergelytől idézünk pár fontos mondatot. Családpolitikáért, a családok támogatásáért a legtöbbet éppen Novák Katalin köztársasági elnök asszony tette a 2014 utáni időszakban, ahogyan Varga Judit korábbi igazságügyi miniszterasszonynak is meghatározó szerepe volt a BTK szigorításában. Így foglalta össze Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a pénteki kormányinfón Novák Katalin és Varga Judit munkásságát. A köztársasági elnökasszony, illetve a korábbi igazságminiszter példamutató módon vállalta a felelősséget, lemondtak és visszavonultak közéleti megbízatásaitól. Emlékeztetett, a miniszterelnök alaptörvénymódosítást nyújtott be annak érdekében, hogy a gyerekek sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén ne lehessen kegyelmet adni. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint erről már a tavaszi ülésszakban születhet döntés. Varga Judit ellenjegyzésével kapcsolatban pedig hangsúlyozta, az alkotmányos gyakorlatban az elmúlt 25 évben, függetlenül attól, hogy jobb vagy baloldal volt hatalmon, a kegyelmi kérvényeket mindig ellenjegyezték. Tehát a töretlen gyakorlatot folytatta csak az igazság.
igazság miniszter asszony, kétségkívül egy olyan ügyben, ahol jó lett volna szakítani ezzel a gyakorlattal. Hozzátette, nyitottak azzal kapcsolatban, hogy a szükséges, szigorítsák a gyermekvédelmi rendszer jogszabályait. Szóval a metakommunikáció. Igen, tehát hogy a miniszter zavarban volt, forgatta a szemét, törölgette a homlokát, sápat volt, grimaszokat vágott, messze más képet mutatott magáról, mint más hasonló alkalmakkor, úgyhogy nagyon átjött nekem az, hogy azért igazából ez megrázta a Fideszt is. És vajon, ha ez megrázta a Fideszt, akkor mennyiben jó stratégia beleállni, és azt mondani most, hogy ez a tavaszi ülésszakon előkerül, alaptörvénymódosítás, stb. Tehát innen még vissza lehet hozni, megfordítani ezt az ügyet, hogy volt egy kis mellékvágány, de mégis mi vagyunk a legfőbb gyerekvédők? Ezt csak gyorsan annyit tennék hozzá, hogy amikor Orbán Viktor bejelentette, hogy lesz az a törvénymódosítás, én azt hittem, hogy február végén be is nyújtják, és két nap alatt elfogadják, mert hogy súlya van a dolognak. Most meg arról beszél a miniszter, hogy tavaszi ülésszak során, ez júniusig tart, tehát bármikor. Ezek szerint már nem annyira fontos a dolog. Azért nem annyira, ez már el van intézve, figyelj, lemondott, akinek le kellett mondani, a három nap múlva az egész már más. Meg akkor fönntartják a témát, hogyha a parlamentbe beviszik. Ráadásul ők, nem merném azt mondani, hogy nem, mert szerintem, tehát az, hogy vissza lehet-e hozni ezt az ügyet, ezt már nem lehet, visszahozni biztosan nem lehet, de azt el tudom képzelni, hogy annyi mindent kitaláltak már és megoldottak már, hogy szerintem ez a tröszt képes arra, hogy legalábbis olyan szintre hozza, amiben már nincs akkora baj. Csak az a baj az ő szempontjukból, hogy most azért már viszonylag közel vannak az uniós és az önkormányzati választások. És ha jól emlékszem, most ez nem egy olyan kegyelmi állapot, mint 19-ben volt éppen a Borkai, aki volt szíves, nem tudom én, néhány héttel előtte megtenni, amit tett. Ez most picit távolabb van, én azt látom, hogy arra most van ideje egy valódi kommunikációs tímnek, hogy ezt valamennyire rendbe rakja. És az előző témát csak annyit akartam még hozzáfűzni, hogy tök jó, hogy az egyházak, tök jó lenne, egyházak távol maradnának a politikától, de így is rengeteg pénzből gazdálkodó egyházak vannak. Én a Balognak a bármilyen ilyen rossz érzését akkor tudnám hitelesnek tekinteni, ha mondjuk észrevette volna, hogy mondjuk Iványi Gábor egyházának adni kéne egy kis pénzt a sajátjából, hogy megmentse azért, hogy a hajléktalanok is el legyenek látva Budapesten. Ezzel még meg tudnád nevettetni, pedig ma nagyon rossz kedve van. Igen. Itt a bejátszóban nem szerepelt, de folytassuk ezzel, mert ugye elhangzott az, hogy vajon a Fidesz joggal tartja lezártnak ezt az ügyet Varga Judit, Novák Katalin és most Balogh Zoltán lemondásával, illetve parkoló pályára tételével. És ugye azt mondta az Orbán Viktor érintő kérdése Gulyás Gergely, hogy Gulyás Gergely és Orbán Viktor is csak a sajtóból értesültek erről a kegyelemről, azt nem mondta el, hogy Varga Judit támogatta vagy sem. Ezzel a három áldozattal a közvelemény számára lezárult ez az ügy, és elérhet-e Orbán Viktorig? Hát nem zárult el, mert erről szólt a tüntetés is, hogy sokan akarják azt, hogy eljusson Orbán Viktorig az ügy. De konkrétan ez az ügy, vagy ennek az ügynek a kapcsán amelyik kikezdi Orbánnak a nimbuszát. Jó, de ez kikezdi? Hát ezt nem tudjuk. Hát azon aggódunk már nem tudom hány éve, hogy semmi nincs, ami kikezdi. Tehát egyszerűen itt már annyi minden történt, amiben normális államokban vezető miniszterelnökök másnap belebuknak, és ez az ember meg mint így pattannak le róla ezek a kis lövések, és komolyan, mintha vasból lenne, és semmi sem árt neki, mert valami hihetetlen rendszer épült itt ki. És ez az egész történet, ez már fel van építve, már sokszor beszéltünk róla, hogy ez Orwellnél is, tehát az ő képzeletét is felülmúlja, de hogy ez ártani fog-e valóban az ő saját személyének, azt tudom nektek mondani, nekem az a félelem, hogy nem. Egyébként ez az, hogy amikor három lehet, ember belebukott, azért azt tegyük hozzá. Igen, eddigi legsúlyosabb válsága a Fidesznek. Igen. Tehát hogyha ez eljut Orbán Viktorig, azt azért megnézném, hogy azt, abból hogyan most neki. Abból nagyon nehezen, de szerintem ő akkor fog jól ki, vagy azt fogja csinálni, én azt csinálnám a helyébe, hogy azt mondja, hogy megkérte, beszéltem velük, ez nem tartható, a Fidesz nem ért ezzel egyet, a kormány ezzel nem ért egyet, milyen emberekkel nem tudunk tovább együttműködni, és megkértem őket, hogy mondjanak le. Talán ezt fogja mondani.
Én nem vagyok, nem akarok nagyon ilyen kremlinológiai fejtegetésbe kezdeni, de azért van egy olyan futó ötletem, ami arról szól, hogy Novák Katalin egy kicsit önállóbb volt annál, mint amit Orbán Viktor várt volna tőle. Ezt így utólag így értékelem, hogy azok a lépések, amelyekről én azt gondoltam, hogy ezek egyeztetett lépések, és hogy ő a kormányzás szép arca, amelyik megteszi akár a külpolitikában azt, amit Orbán, pont az ellentétje, és azt hittem, hogy ez egyeztetve van. Én attól, hogy őt ilyen gyorsan elengedték, azt gondolom, hogy azért ez a minimális önállósági pár szilánkocska, amit lehetett látni, az már irritálta a főnököt, vagy segített ahhoz, hogy kilapátolja, hiszen azért volt konkrét ok, hogy miért teszi. Most nem lesz több nő a politikában egy darabig. Varga Juditról ne is beszéljünk. Hát igen, lehet, mondják ezt, de én nem gondolom, hogy Orbán különösebben pikkelne a nőkre, szerintem egy csomó mindenre pikkel, az ők csak egy a ládában. Szóval, hogy ezt akarom mondani, hogy ez a turbulencia, amit ment majdnem két hétig, ezt minden igyekezettükkel azon lesznek, hogy lezártnak tekintsék. Az okoz majd megrázkódtatást, hogyha ebből a mai tüntetésből kifor valami. Új arcok jelentkeznek a politikában, akiktől lehet tartani inkább, mint a meglévők. Én megkérdeztem a Gulyást, hogy az új elnöknek milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie. Például nem ért illetően van-e megkötés. És? De azt mondta, hogy természetesen semmilyen, úgyhogy lehet nő is. Vagy egyéb. Hívhatják az új elnököt Varga Mihálynak, ahogy ezt egyébként egy mai 24.hu-s interjúban Török Gábor, hát a maga részéről leginkább valószínűsítette? Meg is tudjuk. Vagy bemegy hozzád a Dellába holnap? Remélem. Ha elolvastam az interjút, azt hiszem Török Gábor olyan megközelítésben beszélt Varga Mihály, hogy ideális alkat lenne egy elnöki posztra. Igen. Nem úgy beszélt, mint aki... Mintha azt hallotta volna, hogy már megkörnyékezték. Nem úgy beszélt, de azt mondta, hogy ő Novák Katalinba is így megállapodott 3 nappal mielőtt megválasztották. Úgyhogy 2021-ben egy kávézás során valakivel és akkor arra jutottak kizárásos alapon, hogy Novák Katalin. El tudjuk mondani, Török Gábor büszke lehet. Következő elnökség. Ja, én úgy tudom, hogy a pénzügyminiszternek nincsenek ilyen tervei. Ugye amire hivatkozott az, hogy belsőkörös, megbízható, nem voltak botrányai. Úgy tudod? Hát igen, úgy tudom. Te ez mit jelent, hogy nem vállalnál? Elég megbízható forrásból én úgy értesültem, hogy ő is abszurdnak tartja ezt a felvetést. Tehát Varga Mihálytól így értesültél? Sem cáfolni, sem. Elkészül Kövér László. No. Na jó, ezt a kört majd akkor futjuk le, ha odaértünk. Be sem merek szállni. Mert, hogy a turbulenciáról beszéltünk még, de nem csak a tüntetés kapcsán lehetnek még turbulens folyamatok, hanem Magyar Péter kapcsán is, mert hogy ugye mióta ő feltűnt a színen, azóta nem telik el úgy nap, hogy ne beszélnénk az ő megnyilatkozásairól, Facebook posztjairól, és most először reagált ezekre a kormányinfón Gulyás Gergely. Mutatunk innen is egy rövid részletet. Az ATV kérdésére az is kiderült, hogy Gulyás Gergely előre tudta, mire készül a volt igazságügyi miniszter ex-férje, Magyar Péter. Előre megmondta, hogy ha az ő különböző állami megbízatásai megszűnnek, akkor azt fogja csinálni, amit most tesz. Tehát miniszter úr ezt tudta? Megírta nekem, ezért tudtam. Gulyás Gergely a kormányinfo után távozóban munkatársunk kérdésére annyit elmondott, valamikor január elején kapta Magyar Pétertől az SMS-t. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter a Facebookon egy bejegyzést tett közzé. Azt írta, Gulyás Gergely állításaival ellentétben sohasem fenyegette meg semmilyen ügyben, ez rágalmazás. Hát ez egy állítás, egy cáfolat. Az a Magyar Péter, amit a Magyar Péter elmosít, véletlenül megnéztem a partizános interjút, meg csomó mindent elolvastam ez a... Véletlenül egy 2 órás interjút? Igen, véletlenül. És úgy, úgy kezdődött, de aztán rajta maradtam, mert jó volt. Néztem, és nekem ez a srác őszinténnek tűnt. Tehát de most lehet, hogy én tévedek. De őszintének tűnt. Amit mondott azzal kapcsolatban, hogy ők Gulyással barátok voltak tulajdonképpen, és a Gulyás reakciója a mai napon, az egy kicsit gondolkodóba ejtett. Tekintve, hogy elmondta Magyar Péter, hogy ő valóban közölte a Gulyással, tehát nekik voltak, beszélgettek. Hát most, ha azt mondja, hogy baráti viszonyban vagyok valakivel, tegyük fel, mi barátok vagyunk, természetesen, amikor elmegyünk innen, megbeszéljük egy ilyen jelentőségű kérdésben, biztosan beszélgetünk. A barátságban szerintem benne van.
Tehát most vagy nem voltak barátok igaziból, vagy ha barátok voltak, akkor valamelyikük irgalmatlan módon hazudik. De most azt a gyanúpert engedjétek meg nekem, hogy azt hiszem, hogy ebben az esetben a Magyar Péter őszintébb. Tekintve, hogy kevesebb érdeke van hazudni. De ez csak egy feltételezés. Másrészt, amit meg ahogyan és amit elmondott, arra a Gulyás reakció adekvát, tehát ő nyilvánvalóan azt a, hogy is mondjam, amivel ők vádolva vannak most, azt másképpen nem tudja megvédeni, csak úgy, hogyha a Magyar Pétert eliminálják, konkrétan tönkre fogják tenni, teljes karaktergyilkosság, abszolút ki fogják csinálni a srácot. Tehát ebben egészen biztos vagyok. Azt szerintem annyi pénzt soha nem költöttek el, mint amit most fognak arra, hogy minden szavát darabokra szedjék és hiteltelenítsék ezt az embert. És sikerülhet? Klasszikusokkal lehet? Hát minden eszköz a rendelkezésükre áll. Tehát a teljes megafon sok százmillióból. Most az elmúlt pár hétben 10 millió forintot költöttek el csak arra, hogy reklámozzák saját magukat. Szóval elképesztő, micsoda energiát tesznek ebbe bele. Miután tudják, hogy nincs más eszközük, mert az ember tényleg nagyon sokat tud. És őt, és szerintem a Magyar Péter a lehető legjobb utat választotta, a teljes nyilvánosságot. Na, ilyenkor az egyetlen védelem szerintem körülbelül ez. Én nem állítom, hogy Magyarországon bárkit is fenyegetne az, hogy kiáll a kormány ellen, vagy belső ember kibeszél, és emlék a testi épsége, vagy vagyona, vagy családja, vagy bárki veszélyben lenne, de bármi is van, szerintem a legjobb dolog, amit tett, hogy a nyilvánosság elé áll. Neki milyen ütőkártyáit lehetnek a kezében? Mert mondjuk az, hogy kehi vizsgálat, azt szerintem azért kevesen értik. Most csak egy mondat, ha csak ennyi van a magyarnál, akkor baj van. Tehát azt nem hiszem, hogy csak ennyi van nála. Ennek az idézett posztnak a legvégén az utolsó bekezdésben azt írta, hogy egyébként a Gulyást várja a központi nyomozó főügyészségen egy nagy horderejű büntetőügy kapcsán, akkor ott találkozzanak, és sejtetett valamit, hogy valami extrém sztori birtokában van. És azt is mondta, van. Hogy még a szombati évértékelő előtt ad majd témát Orbán. És még ad témát. Tehát nekem van bajom részben a Partizán interjúval is, részben pedig az egész magyar jelenséggel. Tehát én kevésbé érzem őt hitelesnek, a szándékait illetően is vannak kétségeim. Ugye ezekkel a pentítókkal általában az a gond, hogy mindig egy folyamat végén ered meg a nyelvük, nem az elején. Tehát amikor megkeresték a pénzt, akkor hirtelen rádöbbennek arra, hogy milyen züllött rendszerben élnek, és akkor most megpróbálják magukat tisztába tenni. Azok után egyébként minden kapu be is csukódott mögöttük. De ez egy elég hitelesen kamikaze akció, tehát ami a saját személyét illeti, akkor mondott le a másik két igazgató tanácsi tagságáról, meg a igen. Banki felügyelőbizottsági tagságról. A nyilvánosságot nem azért választotta, hogy bevédje magát, hanem a nyilvánossághoz fordult ő maga. Igen, ezekkel a és egzisztenciálisan bedobta az ő életének a fedezetét a kosárba. Hát ő azt mondta, hogy a piacról is meg fog tudni élni, tehát ő nem aggódik attól, hogy megszűnnek az állami megbízásai. Szerintem itt egyébként a kulcskérdés az, hogy mert amit elmondott, az alapján nekem az jön le, hogy még mindig van valami érzelmi kötődés a Varga Judithoz. Igen. És őt akarja sok ügyben bevédeni. Valószínűleg azért kezdődött ez az egész ügy, hogy látta, hogy a lemondó felesége, volt felesége áldozatává válik az a kérdés, valaminek, amiről igen, neki az a kérdés, hogy a Varga Juditnak meddig nem árt, és milyen ponttól kezdve fog neki is ártani, nem pedig csak saját magának, és szerintem itt lesz majd meghúzva. De tud olyat mondani, akar olyat mondani, ami a kormánynak, Orbán Viktornak árt? A felesége az igazságügyi miniszter volt, tehát én azt gondolom, hogy a vacsora asztalnál ott sok minden elhangozhatott. Na jó, de ezt bizonyítani is kell. Ráadásul olyan ügyeket kell felhozni, amit a nyilvánosság ért. Mert ugye ezekkel az ügyekkel általában ez a baj, hogy nincs nála a direkt 36, meg az oknyomozó hát, újságírók utána hogy a butha szemét hogyan lopták ki, az egy elég értető üzenet. Tehát amikor azt mondja, hogy néhány család birtokában van a fél Magyarország, akkor nyilván arra gondol, hogy van erről információ, hogy hogyan szedte össze a vagyonát a Tivorc, a nem tudom. A Nemzeti Részvénytársaság. Igen. Ha nincs nála semmi, akkor egy őrült. Tehát ha nem nincsenek olyan papírok, beszélgetések, üzenetek, bármi, amivel alá tudja támasztani, amit most itt elmondott, vagy amiben belekezdett, amit sejtetett, hát én még egyszer mondom, tehát ilyenkor nem csak az lesz, hogy a média de hogy a fenében meri ilyet mondani? Volt, hát azért, aki tudja, hogy milyen mechanizmusa lehet. Azért, mert tudja a rendszer, mert ismeri a rendszer működését. Ahogy te is már olvastál róla. Na jó, de ő az ügyészségről beszélt, meg emberekről beszélt, akik
akiket egyiket elviszik, a másikat nem viszik el, ilyenekről beszélt. Tehát amennyiben ezt ő így gondolja tényleg, és el is hiszi, amit mond, mert pedig mondom még egyszer, tehát ahogyan beszélt, az rendkívül hitelesnek tűnt, már mint a szavai, hogy valószínűleg igazat mond. Az abból a szempontból nem hiteles, hogy persze igen, hát miért nem mondta hamarabb, meg már van elég pénze, ez tök igaz. Én csak a személyiségéből, ami látszott, azt mondom. Abban az interjúból nem az derült ki, hogy neki különösebben sok pénze van, ha jól emlékszem. Nem, abszolút. De hogy a lényegét tekintve azt gondolom, hogy ha nincs nála elég információ, bizonyíték, akkor bocsánatot kérek, egyrészt én teljesen félre láttam ezt a palit, másrészt egy őrült barom. Tehát akkor megöltem magát. Ugye a Telex megkérdezte Pesti Lászlót, és ő azt mondta, hogy ő volt az első fecske, most Magyar Péter a második fecske, és lesznek további fecskék. Igen, ez lehet. Hogy ez beindíthat egy folyamatot valóban. Minden esetre mindkét eddigi fecske vigyázott arra, hogy Orbán Viktorig ne repüljön el. Tehát, hogy ezek ilyen... Hát közel repültek azzal, hogy Tiborcz meg Orbán Ráhel családgazdagodását is megemlítette. Erre ráadásul különösen kényes Orbán Viktor a családtagéval nem lehet foglalkozni. Szerintem szorosra fog zárni a rendszer, tehát ez egy nagyon komoly lecke volt a Fidesz számára, hogy valahogy ezen úrrá kell lenni, hogy kibeszélnek a rendszerből, mert különben túl sok ereszték alakul ki. Köszönöm szépen a véleményeket, és önöknek a figyelmet, de maradjanak itt, mert hogy most a szokásainktól eltérően nem egy részletet mutatunk önöknek a csatból, mert hogy élőben jön a csat is a mai események hatására, úgyhogy Egri Viktor várja önöket perceken belül, és most is elmondom, hogy holnap rendkívüli egyenes beszéd is lesz Orbán Viktor évértékelője után 16 óra 55 perctől, és a civil pályán is élőben jön majd 19 óra 25 perctől, ráadásul plusz egy blokkal 4 részben várjuk majd önöket, úgyhogy maradjanak itt az ATV-n, szép estét!